kívül én az Aknai Jánost, vagy munkával, vagy Kossuth Díjas, vagy nem tudom milyen művészeket, nagyon valószínű itt a városból lenne három ember, aki tudja egyáltalán, kiről van szó. Ezért nem országosan ismert művész, hanem a 3T csoport, vagyis Novák Attila, Szuhay György és Kukár István találkozott az érdeklődőkkel az Ifjúsági Kultúra Kávéház legutóbbi programján. A Csillán úr ugyan nem lógott senkit, de ülőhely nem maradt. Így a 3T csoport elégedetten emlékezhetett vissza korábbi performanszaira. Kukár István kedvence ezek közül az Egri zsinagógához köthető. Tehát nem van egy ilyen régi zsinagóga, amit kulturális kiállítótérnek használnak, hogy általában mindenki a vízszintesbe játszik. És akkor mi a nagy teret függőlegesen is, tehát gyakorlatilag a performance jó része a függőleges térnek a 8-9 méter magasból való leereszkedés, onnan való ledobálás, az oda, a fönt és a lenti kapcsolatoknak a vitatása, megvitatásáról volt szó, úgyhogy ez nagyon izgalmas volt számunkra is, mert egyrészt veszélyes is volt, mert ott kötélen leföl jönni, menni, meg hát mondom, ez egy kicsit szokatlan volt, ezért így azt talán szeretem a legjobban. A program két szervezet, a Gyulai Civil Szervezetek Szövetsége és a Gyulai Kéklámpa Egyesület támogatásával jöhetett létre. Dézsi János igazgató azt mondta, régóta szerettek volna irodalmi és képzőművészeti foglalkozásokat tartani a fiataloknak, de nem volt rá elég pénzük. Ide elsősorban az alkotókedvű gyulai, de nem csak gyulai diákokat vártam, mint kiderült, hát akik Békés Csabára járnak, ők is átjönnek, sőt Békés résztvevő is van ebben a programban. Egy 20-21 fővel elindultunk, és aztán egyre gyarapodó számban, meg nagyon népes látogatottságú rendezvényekkel valósul meg ez a program, és a lényege végül is az, hogy az alkotókedvű fiatalok találjanak egy olyan fórumot, ahol le tudnak ülni, beszélgetni, és nem nézik ki őket azért, mert hogy a kultúrával, vagy irodalommal foglalkoznak, vagy éppen képzőművészettel. Dézsi János elmondta, a programsorozat végén a diákok alkotásaiból egy néhány száz példányos antológiát állítanak össze. Ha lesz rá forrás, a foglalkozásokat is szeretnék folytatni.